barony takaró, fekete sima bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden füszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok firma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszi a szivárványos zománcot, és úgy pihennek el lepelnek árnyán, e könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik el lepelt tehernek. Olyankor bárhol járja nagy világban, vagy otthon ülhet barna bústobádban, vagy kávéházban bámítan vigyázz, hogy gyújtják sorban a napfényű gáz, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet porlepettel álmos kocsisat bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédül, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen várost bolygván keresztül, állj meg a sarkokon, csodálni restül a távol utcák hosszú vonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban, a ríván, hol lángot apróz mat opál tükör, merengj a messze múltba vissza ríván, melynek emléke édesen gyötör. Elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe, van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet hűvös, melynek emléke teher is, de nincs is. Ott emlékektől terhes fejedet, a márvány földnek elcsüggesztheted, csupa szépség közt is gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván. Ez a sok szépség mind mire való, mégiscsak arra fogsz gondolni árván, minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az est, e szárnyos takaró, miért a dombok, és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vesz magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e bústanai dalányok, s a nap, ez égő szizifuszi kő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak, miért a végét nem lelő idő, vagy vett példának a picin fűszálat, miért nő a fű, hogyha majd leszárad, miért szárad le, hogyha újra nő. Nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar lehetek, és hogy itt élhetek Esztergomban, és hogy Babits Mihály is itt fordult meg. Tudod, hogy mi a kötődése Babits Mihálynak Esztergomhoz? Itt élt Babits Mihály Esztergomban. Sokáig. Itt van a villája is. A pont a velünk szembe lévő dombal. Babits Mihály 1924-től egészen haláláig, 1941-ig élt Esztergomban. Nyaranta. Sokan gondolják, hogy állandóan itt lakott. Ez egy ötlet volt, egy terv, hogy háború előszelében esetleg leköltöznének Esztergomba, aztán végül is mégsem döntöttek emellett. De 24-től a derűsebb hónapok idejére leköltöztek, és ha csak tehették, akkor akár október végéig is Esztergomban időztek. Ez az, ami miatt ez a vers Esztergomba jött. Nagyon-nagyon nagy tisztelettel köszöntjük Önöket itt a Bazilika előtti téren, és hadd mondjam azt, hogyha arra a hegyre tekintenek, az Előhegyre, akkor pontosan Babits Mihály esztergomi házára látunk.
Ünneplő Esztergom, ünnepbe öltözött Esztergom azáltal, hogy az irodalmat ünneplik, és azáltal, hogy Babits tiszteletére összejöttünk. Ez a program, amelynek ti is most részei lesztek, s így bekerültök a halhatatlanságba, a 12 legszebb mers címet viseli, a 12 legszebb vers közé került be az esti kérdés, Babits Mihály halhatatlan költeménye, mely ma éppen 100 éves. S ha ma ezt a verset szépen elmondjuk együtt, akkor be tudjuk bizonyítani azt, hogy nem csak a költészetnek van értelme, hanem értelme van mindenfajta közös emberi cselekvésnek. Jordán Tamás művész úrnak adom át a szót. Köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Ez egy nagyon nagy vállalkozás. Valódi ünnepet akarunk most létrehozni. Ennek volt már előzménye. Fűzfa Balázs úr ugye megnevezte, hogy melyik a legszebb 12 vers az ítélete szerint, és fél évenként valamelyik mindig sorra kerül. Egy évvel ezelőtt Szombathelyen a Pilinszkinek az Apokrif című versét mondta a sportházban 1000 vagy talán több is, mint 1000 gyerek. Fantasztikus élmény volt, hogy egyszerre 1000 torokból szólt a vers, majd ez megismétlődött egy kisebb létszámmal Drégei Palánkon, az Arany Jánosnak a Szondi két apródját mondták el együtt több százan, és most pedig kísérletet teszünk arra, hogy együtt elmondjuk Babitsnak az esti kérdését. Tulajdonképpen arról van szó, hogy hangokból építünk egy katedrálist. És milyen szép gondolat, hogy a bazilika tövében, amely kőből épült és örökérvényű, megszólal, vagy létrejön egy hasonló, örökérvényű dolog, amikor hangokból katedrális épül. Ehhez egy kicsit tréningeznünk kell. Következő lesz ennek a ritmusa. Most csak nézzétek a papírokat, vagy nézzétek a táblát, fölemeljük az első verszakot, hogy csak most mutatom a ritmusát, aztán majd intek, hogy midőjön az est, e lágyan takaró, fekete, síma bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet, lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll. Elolvasod ugyanezt a verset, ugyanígy értelmezted volna te is, ahogy most Jordán Tamás segített nektek, ugye felosztotta, ritmizálta ezt a verset, vagy ez kicsit másmilyen volt? Másmilyen volt talán, de idő talán könnyebb volt mondani ennyien. Viszont én mindenképp más, hogy olvasnám, de hát egyénileg az egyszerűbb és könnyebb. A versben különböző ritmusok és tördelések vannak. Ezért arra kérek titeket, hogy nagyon figyeljetek, mert én magam most egy kicsit játszani fogok a ritmussal. Tehát nem egyenletes ritmus fogok mutatni, hanem önkényesen változtatok a ritmuson, viszont nektek résen kell lenni, hogy a következő számot akkor mondjátok, amikor az intés van. Tehát figyelem, be akarlak csapni titeket, ti meg ne hagyjátok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo, készültetek ti előre? Hogy ezt már tudjátok? Akkor szól jól ilyen tömegben a vers, hogyha kemények a mással hangzók. 1, 2, 3. Pár játékszabályt el kell mondanom. Babits a ritmus érdekében, a verslábak érdekében önkényesen, mint minden más költő, szabadabban bánik a magyar nyelv szabályaival, illetve néha eltekint tőle. Az első verszakban az óvatosan, az, ahogy kétes van, azt mi is a mondással érzékeltetjük, majd intésre mondjátok utánam azt, hogy óvatosan, óvatosan. Most majd intek, figyeljetek. Óvatosan. Igen, hosszú az es. Akkor a fűszál, az meg rövid az ű. Tehát nem fűszál, hanem fűszál. Minden. Fűszál, ezt mondjátok. Fűszál. Nagyon jó, még egyszer. Fűszál. Aztán van benne az egyenesen. Egyenesen, azt mondja. Figyeljetek. Egyenesen. Nagyszerű. Most kipróbáljuk együtt, jó? Figyelmet kérek. Letesszük a katedrális alapkövét. Ünnepélyes keretek között. Figyelem, előről kezdjük. Fekete,
Ki mondta egybe a féltett földet lassan? Ki nem tartott szünetet? Hányan voltatok? Jó sokan. Nem baj. Miért pont ezt a Babits verset választotta? Ez egy igen korai verse Babitsnak. Miért erre esett a választás, miért nem egy még ismertebbre? Azért, mert úgy gondoltam, hogy az esti kérdés az nagyon sokunk kérdéseit fogalmazza egybe, hogy miért nő a fű, hogyha leszárad, és miért szárad le, hogyha újra nő. Tehát a 14 évestől kezdve a 99 évesig mindenki a saját életének, saját életét értelmező és újraértelmező kérdéseket, és újra és újraértelmező kérdéseket tudja föltenni a vers segítségével. A második indok az volt, hogy a vers ismert legyen, tehát a tananyag része, és viszonylag népszerű része, közérthető része, tehát a gyerekek szeressék, a tanárok pedig szeressék tanítani. Nagyon fontos volt még az esti kérdés kapcsán az is, hogy igazából kapcsolódjon valami módon Esztergomhoz, negyedik az, hogy pont 100 éves a vers. Az esti kérdést úgy gondoltam, hogy ennek az egésznek a kompozíciója, a retorikája, tehát az, hogy ezt ennél szebben kevés verset lehet mondani. Tehát ez maga egy kórus mű. Ha egy ember mondja, akkor is egy zenekar szólal meg. Tehát itt is most hallottuk, és azt hiszem ez volt az igazi varázslat, hogy egyként, egy hangon tudott ez az ezer ember megszólalni, és nem mint sok hang összege jött létre a produkció, hanem létrejött valami más minőségű alkotás, ami igenis tényleg azt mondja, hogy a vers, a költészet, az egy ősi, közösségi műfaj. Most egyszerre ezer torokból kell a csönd, intésre, figyelem. Most az a kérésem, hogy a vagy az legyen hangsúlyos. Álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak padlatán szédülj, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen város bolyván keresztül, jó? Nem kell nagyon eltúrozni, csak kicsit legyen hangsúlyosabb. A három utolsó verszakban nagyon fontosak a kérdőszavak, hogy minek, meg mire való, ezeket kell, hogy tehát csupa szépség közt, és gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván, ez a sok szépség, mind mire való, mégis arra fogsz gondolni árván, minek a selymes víz, a tarka márvány, minek az est? Jordán Tamás tagolásában azt tűnt fel, és az értelmi erő mindenképpen nekem is ott realizálódott, hogy valójában ennek a hatalmas nagy verskompozíciónak az ereje az a végében van. Ugye olyan kérdések, amelyek befejezetlenek, de valahol a körforgás miatt a kérdés elindul, és a válasz bennünk megszületik, ha megszületik. De a mi érteknek az ereje az azt hiszem, hogy bennem is lényegi irányba fordított ennek a versnek az értelmezését. El sem tudtam képzelni, hogy ennyi diák hogy fogja ezt megoldani. Együtt megtanultuk, elolvastuk, beszéltünk Babitsról, próbáltuk elhelyezni az életműbe, nekünk pont most jött tananyagként, és utána beosztottuk részekre, hogy hogyan tanuljuk meg. De be kell valamikor tegnap előtt az utolsó, az egészet együtt mondtuk. Ó, de unalmas lesz, ó, de egyhangú lesz, ez így nem megy. Aztán egyre jobban a hatás alá kerültünk, azt hiszem, hogy diákok is, meg én magam is, és már az osztályban felemelő érzés volt. Nagyon figyeljetek az intésre, és a minek, és a miért az hangsúlyos legyen. Azért kérem a különös figyelmet, hogy én bátran tarthassak szüneteket. Mert avval lehet egy kicsit dramaturgiailag segíteni ezt a borzasztó szép befejezést, hogy változtatjuk a ritmusát, hogy szünetek vannak benne, és újra kezdődik a miért. Tehát nagyon figyeljetek rám, hogy minden intésre történjen. Csöndet kérek. Építsük föl gyönyörűre ezt a hangkatedrálist. Figyelem! Yeah.
eseményben mi még nem is vettünk részt. Hihetetlen volt az, ahogy Jordán Tamás mozgatta ezt az 1000 fős diáksereget, és ahogy egyáltalán felépítette ezt a nagy babicsi hangkatedrálist ide az esztergomi bazilika elé. Ezen kívül nagyon jó volt beleélni magunkat ezekbe a képekbe, és ringani a versnek a dallamára, hiszen így talán közelebb kerültünk Babicshoz is, közelebb kerültünk a vershez is, és ezáltal egy kicsit személyes ismerősünké vált. Úgy Babics, mint a vers, és talán a diákoknak is. Az persze egy csoda, amit most történt, mert ugye mindenki külön-külön egyénileg iskolánként próbált, és hát mindenkiben azért ott volt a félsz, hogy hogy fog ez 1000 embernek, 1000 diáknak összeállni, de mint hallhattuk, tényleg összeállt a katedrális és gyönyörű, szép versmondás lett a vége. Szerintem nagyszerű élmény volt ez minden diák számára, és nekünk is tanároknak, hiszen velük együtt építhettük fel a költészet katedrálisát, és a szó erejével, a szó megsokszorozódott erejével tehettünk a költészetért és az irodalomért. Nekünk külön öröm ez Párkányiaknak, hiszen tudjuk, hogy Babics, amikor letekintett az előhegyről, akkor a tekintetét nem csak a Párkányi bazilikán pihentette meg, hanem sokszor átnézett a Dunán is, és az, amit ott látott, akkor abban az időben szomorúsággal töltötte el, mert határt és szuronyos katonákat látott, mint ahogy a dal az esztergomi bazilikáról című költeményében is elmondja, de biztosan örömmel töltötte volna előtt az, hogy láthatja, hogy a Párkányi diákok most szabadon, határok, korlátok nélkül jöhetnek át a szép új Mária Valéria hídon, amely nem csak egy emberi építmény számunkra, hanem lehetőség is a kapcsolatteremtésre, a kapcsolatok építésére, és ez egy nagyszerű alkalom volt arra, hogy közösen itt megvalósítsunk egy nagyszerű művészi vállalkozást. Ahhoz képest, hogy mire számítottatok, mert valahogy azért csak elképzeltétek, hogy ugye ide fog jönni sok iskola, sok gyerek, ahhoz képest milyen volt ez a mai versmondás? Hát nagyon nehéz volt elképzelni, hogy 1000 diák hogy fogja egyszerre mondani a verset. Hát szerintem nagyon jól sikerült, ez nagyon nagy élmény volt így egyszerre elmondani. Hát fölülmúlt mindent, amit vártam, de tényleg az, hogy 1000 diák Esztergomban a bazilikánál Babics Mihály Esti kérdés című versét elszavalta, hát ez több volt, mint élmény, ez csoda volt. És hát köszönöm, hogy ennek a csodának részese lehettem. Számomra hihetetlen élmény volt itt lenni, ennyi velem egykorú fiatallal szavalni ezt a verset, és ez az erő, ami ott volt, ez fantasztikus volt. Rendkívül nagy erő volt mindenképp, tehát nagyon-nagyon együtt volt az egész társaság. Más diákokkal együtt könnyebb volt elmondani a verset, mint egyedül. Hamarabb beugrottak a következő szavak. Szintén csak azt tudom hangsúlyozni, hogy nagy élményt jelentett számunkra. Szerintem pedig azért volt jó, mert akik megnézik, azt fogják látni, hogy azért még a fiatalok szoktak verseket szavalni. Az idősebb korosztálynak szerintem ez azért jó élmény lesz nekik is. Milyen élményt visztek haza most innen Esztergomból, innen a bazilikától, aki nem esztergomi? Határozottan jó élményt. Örök életre szóló élményt szerintem. Ez ilyen úgy se lesz többet, szerintem. Lesz mit mesélni az unokáknak. Hogy sikerült a nagy álom, hogy egy hangomból álló katedrális felépüljön itt a bazilika előtt, egy igazi katedrális előtt? Hogy érzed? Hát én nagyon elégedett vagyok, több oka is van ennek. Egyrészt nagyon szép ez a környék, és az, hogy a bazilika tövében 1000 gyerek egyszerre beszél, az gondolom, hogy majd a képernyőn is élvezhető lesz. És oka az elégedettségemnek az is, hogy nagyon felkészült gyerekek voltak itt, akikkel hát, mint a kés a vajban úgy lehetett dolgozni. Tehát látszott, hogy foglalkoztak vele, fegyelmezettek voltak, és hát alávetették magukat az agressziónak, amit én képviseltem. Nem könnyű ez a Babics vers. Úgy gondolom, a tagolását sem volt könnyű elkészíteni. Milyen szempontokat kellett figyelembe venni a vers újra tagolásánál, hogy 1000 gyerek itt együtt elmondhassa ezt a verset? Ugye adódna a tagolás, de megpróbáltunk a Hűszó Balázssal olyan szerkezetet csinálni, amiben váltakozva vannak rövidnek hosszú sorok, hogy mégiscsak legyen valami sajátos ritmusa. És ez egy kicsit a
az egyszerre mondást megnehezítette, de a maga vers az, az izgalmasabb lett. Tehát önkényes ez a tagolás, másképp is lehetne tagolni, de jól egészítették ritmikailag ki egymást a rövid meg a hosszú sorok. Készül már valamennyire legalábbis lélekben a következő nagy versmondásra? Az külön, az nagyon érdekes lesz, én nekem a Radnóti egy szívem egyik csücske, nem tudom, hogy szívnek hány csücske van, de minden esetre az egyiket elfoglalja a Radnóti. És ugye a Levél a hét vershez az egy fantasztikus vers. Hát ez egy szerelmes vers, és hát ahogyan született, az is a magányból született, a kétségbeesésből, hogy vajon ez adott esetben több száz, vagy ne adj Isten, vagy adja Isten ezer torokból, hogyan hangzik. Ha nem is készülök, de hallatlanul kíváncsi vagyok rá. Thank you.